Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabinyó vagyok, és egy újabb adventure maphoz érkeztünk, amely szám szerint a 20., amit videóban fogok kijátszani. Viszont nem ezt terveztem 20-nak, hanem egy másik pályát, de most úgy adódott, hogy erre van lehetőségem. A pályáról annyit kell tudni, hogy 1.8-ban játszom, mivel nem kaptam mellé utasítást, hogy ezt milyen verzióban kell, úgyhogy remélem, hogy ez így meg fog felelni. Illetve Kábel Ábel küldte ezt a pályát, a címe annyi, hogy a névtelen pálya. Úgyhogy egy neven nincs pályával fogok játszani, ettől függetlenül remélem, hogy jó lesz. Na, kezdjük is hozzá. Üdvözöllek a pályámon, a szabályok előrébb. A pálya le lett tesztelve. Rendben van. Szabályok. Játsz túlélőben és békés módban. Igen, békés mód. Úgy vagyok. Remélem, hogy túlélőben vagyok. A játék hangját, kapcsolt ki a játék hangját. What? Azt nem tudom miért jó, de oké. Egy elég érdekes lesz. Ne üss és rakj le blokkot. Rendben van, nem fogok. Mindennek használ lesz a későbbiekben, és mindig olvasd el a tárgyak neveit. Oké. Utóélet a pályához Minecraftos ismeretek kellenek. Minecraftos ismeretek kellenek. Jó. Na nézzük. Ezzel kiütheted a pisztont. Lerakhatod a Redstone blokkra. Tehát akkor a dugattyút le lehet rakni a Redstone blokkra. Oké. A homokot bárhova lerakhatod. A homokot? Igen. Akkor ezt kiszedjük, és akkor ez itt micsoda vajon? Na, akkor gondolom itt föl kell másznom a homok segítségével. Meg is van. Emlékszel még az 6. táblára? 6. táblára? Hát nem. Megmondom őszintén, nem. Azt mondja, ott van 2, 3, 4, 5. Mindennek haszna lesz a későbbiekben. Ja, aha, szerintem most kell a Redstone blokk. Vagyis a dugattyú a Redstone blokkra. Ó, és meg is oldottam a dolgot. Jó. Hú, át kéne menni ide. Ugye az nem volt előre, hogy spawn pointot nem szabad használni. Úgyhogy akkor én használok. Remélem, hogy van keep inventory, és ugorjunk át. Az éppen csak meg volt. Ha elveszik egy tárgy, nyugodtan addolj egyet. Jó. Mint egy ládikó. Benne egy i és 64 darab nyilvessző. És ugye itt van a kis redstone, amit le lehet tenni a redstone blokkra. Gondolom ide. Na. De... bagolok. Ajaj. Na. Aha. Jó. És akkor oda ugorjak át. Ne, hát innen nem lehet átugrani. Még ha egy blokkal lejjebb lenne az, tehát... De így nem. Na jó, akkor más megoldás lesz szerintem. Ó. Aha, na akkor menjünk csak fel. Szerintem íjjal kell kilőni ezt a kis gombot. Mert ugye a kőgombot azt hiába lövöm meg. De a fagombot azt meg lehet. Attól, hogy szarakodik az egerem. És néha duplán kattint a jobb egérgomb. Ezt túlságosan fölélődtem. Akkor lejjebb. Na végre. Oké. Leesett. Ja, aha, értem már. Azért van itt a tábla, hogyha ráesik. Viszont akkor azt hogyan lehetne kiszedni? Vagy lehet, hogy nem is kell kiszednem? Áááá, megvan, mit kell csinálni. Szét kell ütni a pitstont. Le kell rakni megint. Fölugrani itt. És... most már így át fogok tudni elvileg ugrani, ugye? Na próbáljuk meg. Remélem, hogy igen. De meg lehet csinálni, meg lehet csinálni. Jó, ezt ugye szét lehet ütni. Jó. Oké, ez megvan. És mi van, ha ide rakom? Ez túl nagy távolság, nem? Szerintem túl nagy távolság. Jaj, megpróbálja minden? Nem! Ez az! Na, akkor így kellett. Itt megint ugrunk egyet. A vörös homokot kiütheted és le is teheted. Rendben, köszönöm. Akkor van 2 vörös homokunk, hát gondolom itt ugyanígy fel kell másznunk. Más megoldás nem nagyon mutatkozik, és van egy rakás homok. Hát akkor szétütöm őket, aztán fölmászunk. Bár igazából így is föl lehetne mászni. Nem is kell hozzá az összes. Jó. És akkor... tudom már. Itt lépcsőt kell építenem a homokokból. Jó. Jó, na, igen. És akkor... jó, és akkor itt le kell esni, és akkor lépcsőt kell építeni. Vagy hát ilyen kis stócot. Eddig nagyon tetszik ez a pálya, mert nem az a szokványos pálya, hanem egy picikét ilyen gondolkozósabb, logikásabb. És eddig nekem nagyon tetszik. Na most, itt mi van? Lépcső. Gondolom, hogyha leesnék, esetleg akkor. A piszton ki lehet ütni, ugye? Mindegy, átmegyünk itt, megnézzük, hogy meddig lehet eljutni. Na igen, itt most mindenképpen kell, itt is van egy piszton. Meg akkor kiütöm, kezdem ezzel. Persze, hogy leesik. Akkor gondolom, hogy ezt is ki kell ütni. Na, remek. Én körbe megyek, mert nem akarok itt nagyot esni. És... ó, van itt is egy. Na, van 3 pitstonom. Gondolom ezt a 3-at kell letenni majd oda, hogy át tudjak jutni. Na, ez tök jó egyébként. Eddig ez nekem nagyon tetszik. Nem mondom, hogy agyon dizájnolt pálya, mert igazából egyáltalán nem. Picit ilyen portálos feelingje van nekem legalábbis. Ott volt ilyen egyszerűen megoldva a grafika, úgymond. Na nézzük. Igen. Csak le kell mennem, mert nem tudom másképp letenni ezt a blokkot, ugye? 2, 3. És nem már. Jó. Akkor viszont így. Aha. Jó. Hát oda nem tudom kell-e. De mindjárt meglátjuk. Jó. Na, go vissza. Nem hagytam ott, nem. Na, go föl a lépcsőn. Na, szóval annyit akartam mondani, hogy a dizájn az nem egy nagy dolog, de igazából ennél a pályánál nem is annyira van szükség rá, mert ez inkább ilyen gondolkozós, logikai, ügyességi. És ezeket nagyon tetszik, megmondom őszintén. Hát, át tudok innen ugrani oda vajon? Hát csak át. Hú, ó, hát kényelmesen. Jó, és akkor innen is át tudok szerintem. Aha. És akkor ide kell letenni ezt a... jaj, de ne, innen megint nem érem el. Szerintem... aj, na igen, akkor innen... hát ide biztos, hogy kell tenni blokkot, szóval építek 1, 2, 3-at. Igen, ez itt már szerintem elég távolság lesz. És vajon itt, onnan át tudok-e ugrani oda? Szerintem rohadtul nem. Úgyhogy leteszek még egy ilyen pisztont. Ez nagyon jó ötlet. Én nekem nagyon tetszik ez a pálya. Eddig nagyon jó. Gondolkozós. Nem az a kifejezett adventure map, inkább ilyen logikai. Ilyen nem volt még, tehát ilyennel nem igazán játszottam, nem emlékszek rá, hogy lett volna ilyen pálya. Úgyhogy... úgyhogy tök jó. Nekem tetszik. Na nézzük. Jó, és akkor go, 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 go. Jó. És akkor innen ugye oda át. Jó, és akkor most már el tudok menni addig a pisztonig. Jó, és akkor innen át kéne oda ugranom. Húha! Na, tudtam, hogy le fogok esni. Na, előről. Jó, megérkeztem. Na, akkor ugye át kell ugranom. És akkor most ide kéne átugranom, de hogy tudok átugrani? Hát így. De itt le is esettem volna. Ja, nem. Nem, mert ott nem tudnék átugrani, szóval akkor nekem most oda át kéne ugranom. Ugye? Nem tudom, hogy ez a távolság. Jó, egy spawn pointot csinálok megint. És megpróbálok átugrani. Ez az! Yes! A csákánnyal a ragacsos dugattyút is kiütheted. Rendben van. Ki is ütöttem. Itt vannak karok. Mik ezek a karok? Mik ezek a karok? Jó. Hát nem tudom, mik ezek a karok. Na akkor nézzük. Most fel kéne ide ugranom, ugye? Aha, ide följöttem. És föl kéne jutnom oda. Itt egy újabb homok, ezt is kiütöm. És föl is veszem. És itt hogy jussak föl? Van egy ragacsos dugattyúm, ugyebár? Na jó van, akkor lássuk. Tehát van a két homokunk. Ezeket így egymás mellé teszem. Van két homok, meg van egy sima rendes homok is. Szóval akkor három homok. Hű. Na jó. Akkor először is van itt egy dugattyú, ugyebár? Ami föltol engem így ide. Jó. Na. Igen. Jó, és akkor... Most még egy homokot le kéne tennem. Vagy mit kéne csinálnom? Átugrok. Jó, ez megvan. Akkor ez a rész is megvan. Oké. És itt vannak megint csak ezek ragacsos dugattyúk, jó? És a ragacsos dugattyúkat... Na most mit csinálják ezekkel? Sehol egy redstone. Ja, várjunk csak, nem. Az elején az volt kiírva, hogy a csákánnyal a pisztont. De nem a ragacsos pisztonról volt szó, csak a pisztonról. Igaz? Jól mondom. Akkor azt jelenti, hogy a ragacsos pisztont azt itt is fel tudom használni, anélkül, hogy redstone block lenne lent. Na jó. Akkor... hát most... Igen. Ugye... Egy. Csak ez rohadtul öntől... Várjunk csak, itt a gomb. Ó! Oké. De ez így nem jó, mert visszatol azonnal. Akkor... mi van, hogyha még egy dugattyút leteszek, miközben... Megemel? És van még két homokblokkom. Egy, kettő... Ah, Isten, tudok följutni! Na, akkor más megoldás. Na nézzük csak. És mi van, hogyha először teszek homokot, aztán a ragacsos dugattyúból ide egyet, megnyomom a gombot. De nem, nincs annyi időm. Áj! Most komoly. Aha, pedig így kell. Ez az! Daj, visszaestem! Ne es le! Ne es le! Jó. Akkor... egy... Nem. Ja nem, most már csak ezt. Valahogy fönnakadtam. Valahogy föltolva maradtam, úgyhogy meg is van adva a dolog. Jó. Na, egy újabb ugrálós rész következik. Van még egy homokom ráadásul. Akkor oda le. Ennyi. Le is esetek. Na, itt egy újabb tábla. Azt mondja, hogy... Köszönöm, hogy végigjátszottad a pályám. Hát nem volt egy túl hosszú pálya. Viszont nekem nagyon tetszettek ezek a megoldások, hogy gondolkozni kell, és fel kellett használni a redstone-okat ahhoz, tehát nem csak redstone-okat, hanem ugye a különböző pisztonokat, illetve a homokokat ahhoz, hogy tovább tudjak jutni a pályán. Ez egy rövidke logikai pálya volt, nekem tetszett, kis aranyos volt, hát dizájnra, mint mondtam, ugye nem volt olyan nagyon nagy durranás, de igazából teljesen mindegy, mert nem is ez a lényeg ennél a pályánál. Viszont örülök annak, hogy végre valami más pálya volt, és nem azok a szokásos labirintus, akkor parkőr, akkor kvíz, bla bla bla, ugye a szokásos dolgok, hanem egy teljesen más, aminek igazából semmi köze nem volt az eddigiekhez. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked a pályát, és ilyet még szívesen elfogadok, nem csak tőled, hanem bárkitől. Nyugodtan csináltok még, mert ezeken nagyon tetszett ez a fajta verzió, csak picikét olyan rövid volt a pálya, de ettől függetlenül nagyon jó volt, nekem tetszett. Nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára, ha az is tetszik, illetve van nekem egy Facebook csoportom, a Szeretem a YouTube-ot nevű csoport, ha gondoljátok, nyugodtan csatlakozhattok oda, és oda bármiféle YouTube videót megoszthattok, bármilyen témával kapcsolatban, illetve akár a csatornátokat is reklámozhatjátok, és ha szeretnétek, akkor feliratkozókat is toborozhattok magatoknak. Na, ennyit szerettem volna elmondani, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!